Kapsz egy számtalan rejtvényt, kíváncsi vagyok, hogy tudod-e értelmezni. A kétharmadról fogok beszélgetni a harmadik ötöddel. Érteni vélem a problémát, igen. Ugyanis Hont és Vona személyében két-egy-egy ötöd már volt itt. Ceglédi Zoltán a harmadik ötöd. Köszöntöm a Bezzeg nézőit és hallgatóit, én Lentulai Krisztián vagyok. Most már mondhatjuk, ne fukarkodjunk itt a jelzőkkel, hogy ikonikus az átélő, az öt című műsor. <laughs> hát, örülök, a te ezt így látod, szerintem még nagyon sok feladat van, amíg egy ilyen jelzőt ki lehet hoztani egy műsornak. A számomra fontosabb egyébként a jelzők közül a stabil. Tehát, hogy azért ez egy nagy kísérlet volt, hogy egy ilyen műsor az el tud-e indulni, van-e kémiája, van-e közönsége, van-e jövője. érdekes a választás után, amikor politikai uborka szezon van, meg apátia, stb. stb. Újra kell mindent gondolni. Én azt tartom nagy értéknek, hogy minden héten meghatározott mennyiségű ember az kíváncsi rá. Ennek egy része azért, mert szereti, amit csinálunk, ennek egy része az meg azért, mert szeret borzongani. Úgyhogy ikonikus az majd, nem tudom, húsz év múlva lesz. Létezik a, a, mi szakmánkban egy ilyen közkeletű vélekedés, a fene se tudja, hogy egyébként igaz-e, gyakran igaznak vélem, hogy mindig egyfajta ellenzéki újságíró szerepből lehet jó újságírás csinálni. Ez igaz -e egy képernyős újságírásra, vagy egy ilyen hírháttér kibeszélő, kicsit vicces műsorra, mint az öt. Igaz-e, hogy azért is tud funkcionálni egy ilyen, mert alapvetően ellenzék, kinek mondható a televízió, és talán, bár itt már nagyon nehéz az embernek a dolga, de a gárda is, aki bentül a stúdióban. Alapvetően nem a Fideszhez képest határozom meg azt, hogy milyen vagyok, és nem is az ellenzéki pártokhoz képest ö, könnyebb az a helyzet, amikor a, ö, amikor egybeesnek ideológiák vállalt címkékkel és politikai szerepekkel, helyzetekkel, státuszokkal. Mondjuk a legegyszerűbb tekintetben az Egyesült Államok, ahol mondjuk van egy demokrata elnök, egy, az egyik házban demokrata, a másikban republikánus többség, lehet viszonyulni ehhez, itt és ott, ugye ott a tetejében a pártrendszer, pártok is máshogy működnek, máshogy más a funkciójuk. Ott egy picit egyszerűbb a viszonyulás, de ott is látjuk a megosztottságot, egyik másik oldalon adott párt környékén, vagy párton belül el lehet képzelni, hogy ugye a nagyon plastikusan látszott, hogy egy Hillary Clinton versus Bernie Sanders, az mennyire két különböző, de egyként demokrata párti szereplő, és a másik oldalon meg ugye szintén egy nagyon-nagyon nagy távolság volt mondjuk annak ide egy Marco Rubio és egy Donald Trump között. Magyarországon ez még sokkal- sokkal bonyolultabb szerintem, tehát hogy a Azért nehéz ma azt mondani, hogy valaki ellenzéki, mert akkor rögtön hozzávágnak, hát hogyha most Márkizai Márki Péter megalapította a pártját, akkor már hét pártot, melyek egyenként is nagyon különbözőek Ha én azt mondom, hogy a ellen... demokrácia ünnepe. Na jó, csak hogyha én azt mondom így generálisan, hogy ellenzéki vagyok, akkor, akkor az Jakab Pétert jelenti, aki azt mondja, hogy mi nem ideologizálunk, ami egy nagyon fura megközelítés, ez olyan, mint egy szakács azt mondaná, hogy mi nem főzőcskézünk, hogy, 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 akkor ez jelenti -e a, a, a nem tudom, mondjuk a, a párbeszéd által vallott értékeket és ideológiát, vagy a teljesen, tekintően teljesen más. Mark, markizai Pétert, tehát, hogy, akkor a távolságok vannak az ellenzéki térfélön, az egyes szereplők és nem nagy szereplők között, hogy én az ellenzékét azt kevésbé szeretem használni. Én azt szoktam elmondani, én egyébként egy ilyen, most ezt tudom a leginkább vállalni, egyfajta ilyen plebejus liberális vagyok. Uh -huh. Tehát nem ez a, a nagyon belülről, nagyon fentről, hát nekem megvan a magam története a falummal, de ugyanakkor nagyon szeretem a szabadságot, a versenyt, hiszek a, a szabályokban. Tehát egyébként a liberalizmus egyik nagyon fontos velejárója, hogy ugye a, a kiváltságok ellen van, Kiváltságok, ugye szabályellenesek lennének alapvetően. Én azt szeretem, hogyha vannak törvények, és ezt betartják. Zárójel, én a jogvédelem tekintetében is azt szeretem, amikor a megalapított jogokat védelmezik, és azt viszik bíróságra. Kering néhány napja egy videó, és megígérem neked, nem fogok feltétlenül a videóról beszélni. Ez legyen Hont András és Puzsé Robert valamilyen jellegű vitája, ami nem annyira szerencsés szerintem, hogy így az online térbe kikerült, de ennek a bizonyos videónak a komment szekciójában hát eléggé kimutatható ceglé. Tehát én Ctrl-F-fel kerestem rá, és gazdagon a komment szekcióban egy olyan videó alatt, ahol nem rólad szól a videó. És gondolj bele, szabad ne feled, hogy hány olyan komment van, amit nem találtál meg, mert elírják a nevemet. CZ-vel. CZ-vel, Y-nal, mókás szokott Ez igaz. Látod, próbáltam hinni bennük, vagy bízni bennük, hogy jól írják. Ceglédi is zárkózik, kapaszkodik, és szinte mindenki érezni itt a TTT-be való finomhangoló igazolást, igazodást, a média így egyben azt csúgja, vége van, kussoljunk ügyesen. Szintén Ceglédihez. Most hallgattam bele egy Schmidt Mária interjúba, amit csinált, hát majdnem hozta a Kossuth Rádió alákérdezős interjúit Orbánnal. Az adott témán, témán, már nem tudom, mi volt az a téma, a ceglédi sokkal jobban felháborodott egyébként, szerintem teljes joggal. Akkor most fideszes vagyok, kérdezi az egyik kommentelő. Nyugi Robi, ceglédi is lassan ott van, vonagabi Gabi meg elkezdte, azért remélem vona nem fog hondbandi szintjére lesüllyedni, mert az nagyon undorító lenne. A vona kárpotlása már megkezdődött, nem most, ennek csak része, hogy megváltozott a beszédstílusa, értelmiségi dadogást imitál és fizetett vendég már a NER műsoraiban. És még egy ceglédi is nagyon kapaszkodik, a kis momentumos titkos tanácsosunk. És akkor a végére hagytam egy ilyen, egy ilyen, összegző dolgot. A centrista Puzsér, aki betolja a fideszesek közé hontot, amiért az nem véget együtt az összeellenzékkel, csak így tovább, remélem legközelebb már a nyugati fényre fogsz írni, mint centrista értelmiségi. Ez ugye most Puzsérra vonatkoztatott kritika. Az egészből én azt szültem le, hogy, és te is nem véletlenül fogalmaztad meg sokkal, hogy mondjam, körültekintőben ezt a bizonyos ellenzékiséget, vagy, vagy kormánypárti sajtó dimenziót. Érezni lehet az öt kapcsán, hogy ez a témák miatt van, vagy amiatt van, mert ti is valami fajta módon viszonyultok a negyedik kétharmadhoz is, és én egyáltalán nem érzem, hogy bármiféle nyalás lenne a részletekről a, a, kurzus felé, egyáltalán nem érzem. De valamit éreznek a, a, nézők meg a hallgatók, valami olyasmit érezhetnek, vélemezem, hogy erősebb az ellenzék kritikus hang a részletekről, és aztán jönnek a hülyeségek, hogy ezeknek mik lehetnek az okai. De te érzed -e ezt? Mert sokszor az ember abban a székben ülve nem biztos, hogy érzi. Nem biztos, hogy, és biztos, hogy nem én vagyok az első, aki ezt most kicsit tévénézőként vagy kívülállóként értelmezi, vagy felteszi neked ezt a kérdést, de te belülről hogy látod ezt az egészet? Ha van trendváltozás, vagy, vagy finom elhangolódás, akkor igen, és mi, az, mi az oka? Nagyon mókás ez, mert hú, rengeteg mindent kell Bocsánat, mondanom, én is körülményesen Nem föl. csak sok, sok mindent érintettél, próbálok mindegyikre reagálni. Az egyik a Schmidt Mária interjú, Aminek, az egy jó interjú. Köszönöm szépen, csak ugye az a helyzet, hogy ugye én elkezdtem egy műsort, amit most elmondom, hogy be is fejeztem egyébként, az volt az utolsó ebben a, a sorozatban. Elkezdtem egy műsort, ahol az volt a vállalásom, hogy én emberekkel kedvesen beszélgetek, hogy megtudjak tőlük dolgokat, amit akkor nem mondanak el, hogyha, hogyha mindenféle belemenős, elszámoltató keresztkérdések, sőt, lehet, hogy be se jönnek. Ennek a műsornak a legelső vendége Gyurcsány Ferenc volt. És vele is kedvesen beszélgettem, és elmondott olyan dolgokat, amit egyébként nem szokott. Látszott, hogy gondolkodik rajta, hogy oda lehet -e tenni. Olyan atmoszférát teremtettem. Kedvesen beszélgettem. Fekete Győr Andrással, Komját Imrével, Tüttő Bocsánat, nem nekem kedvicsén téged, nem, nem, lenne elég a kedvesség. Objektíven próbálták kérdezni. Tehát, és az van, hogy nem, tehát, hogy, hogy, hogy akkor senki nem írta meg az ellenzéki kommentelők közül, hogy ez az a ceglédia, milyen emberünk, velünk van, mert nekünk kampány van, mert mert nem, gyal, nem gyalulta le ezeket a szereplőket. Amint jön valaki, aki nem, nem az ő oldalukhoz tartozik, akkor viszont lenne egy ilyen elvárás felé, hogy ezt megtegyem. Nagyon érdekes a Momentumos kitétel, mindig el szoktam mondani, hogy én voltam az egyetlen, akinek tilos lett volna Momentumnak dolgozni. Ugye annak idején volt is ebből egy botrány, amikor az említett állmentős videó az msp nél föl merült, és akkor ott mondták, hogy ennek ugye Szalai, Szalai Tamás Lajosnak, Újhely István asszisztensének is közeledett volna, és Dajs Tamás följelentette őket, mert aki egy brüsszeli képviselő asszisztense, azért nem végezhet magyarországi pártok részére munkát, mint ki kisokért nem végzett hivatalosan munkát, mert ugye az tiltott pártfinanszírozást lenne. Tehát, hogy én egyébként valóban volt egy ilyen szerződésem, Abbéli ö, várakozásomban csalódtam, hogyha ezt még 83 másik ember is csinálja rajtam kívül ezen a térfőn, akkor nekem is, is lehet. Volt az a hétfő reggel, amikor tele voltak velem a címlók, amikor kiderült, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy az lenne az elvárás felém, hogy hogy kampányoljak az ellenzéknek, tehát ne a munkámat végezzem, ami mégiscsak egy, a, a, a magam véleményének a közlése lenne szakmai, meg, meg morális alapon. De mindezt úgy tegyem, hogy eközben én ezért, tehát, tehát ezt nem munkaként tegyem, hanem legyen ez az én vállalásom, heroikus vállalásom, és ezt olyan emberek szokták mondani, akik egyébként nem tudott, és az nk dolgoznak, ami szerintem azért, hogy mondjam, eléggé határterület. És és a, a, a műsor kapcsán szerintem azt kell látni, hogy, hogy létrejött itt egy kihívás. Egészen tavaly áprilisig azt hallgattuk, hogy mi hülyénk vagyunk, nincs igazunk, rosszul látjuk, zárult az olló, le fogják győzni Orbán Viktort, itt megvan a megfejtés, mert végre összeálltak, csak a hülye ceglédi ezt nem érti meg, végre egy, egy itt van egy a kiábrándult fideszeseket megszólítani képes miniszterelnök jelölt, és, mert ti ott túl pessimisták voltatok igen. sokak szerint? és így, így meg hogy nem, meg hülyék voltunk, akik nem látják a valóságot. Én emlékszem az utolsó hetekben nagyon megrágtam már minden mondatot, mindent hatszor átszámoltam. számoltam. Az, az nem jó, hanem spontán de, a tekint, ki valami, de nem. De nem? a következő, tehát minden számot, amit közöltem, minden jó, prognózist, értem. azt nagyon-nagyon végig gondoltam, mert tudtam, hogy... Ha nem az lesz, amit én gondolok, akkor nagyon-nagyon keményen el leszek számoltatva. Ez volt az egyetlen olyan eredmény, ez a nagyon durva kétharmad, ami után nem tudtak mit mondani. Mert visszamenőleges hatája kiderült, hogy ja, de tényleg borza, és akkor még nem is tudtuk a, a 3,5 milliárdnyi kampánypénzt, hogy mennyi pénzből sikerült ilyen rossz kampányt csinálni. Tehát röviden itt igazából az történik, hogy a, 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 a tényleg vállaltan ellenzéki nyilvánosság az kapott egy olyan kihívást, hogy itt vannak szereplők, akik gondolnak valamit a világból, egyébként többfélét. Hát a vonal a legjobb példa. Hát én, és akkor megint, hogy, hogy, hogy ki mivel lojális. Ugye én az sds nél voltam sajtóreferens. referens. És ezen munkám során például én közleményeket írtam arról, meg sajtótájékoztatókat, meg kampányokat. 20 éves voltam, 25. Hogy, hogy, hogy milyen jó az egy kulcsos adó. Most én nem tehetek róla, hogy tizenpár évvel később a Fidesz ezt bevezette, hát őszintén sajnálom, hogy hogy, 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 most azt kell mondanom, hogy nem ez a kritikám a Fidesz felé, hogy miért nincsen nyolc különböző adókulcs, és miért nem progresszív baloldali barátaimmal, és ezt illetően vitám. De most akkor azért, mert jelenleg kormányon a Fidesz ezt csinálja, és az ő ellenzéke, az meg több kulcsról szokott beszélni. Teszem hozzá a kampány végén, ugye az derült, hogy a több kulcsot a Fidesz által meghúzott egy kulcs alá képzelik el, uh -huh. tehát még a progresszivitás sem ö, ö, tudna érvényesülni. Most mondjam azt, hogy én azért nem szeretem az egy kulcsos adó, meg hogy ott van, említetted Vona Gábort. Vona Gábornak volt egy hatalmas útja a politikai palettán, ha jól értem, akkor van egy szelet, ami megfelelt volna nekik, de tulajdonképpen még az sem, tehát hogy bement a Spinozába a Rangos Katival beszélgetni a kampányban, akkor volt 22 másodperc, amíg éppen nem volt náci, de előtte és utána az, de Jakab Péter már nem az, mert ő jó megmondja. Most akkor ebben a helyzetben az ember nagyon nehezen húz magára egy úgynevezett ellenzéki címkét, én ezért ezt szoktam mondani elsősorban magamról. Másrészt pedig értem, hogy, hogy, hogy emberek miért haragszanak. De egyébként a, a véleményéhez meg szerintem mindenkinek joga van. Tehát én pont azt nem szeretem a mai világban, és ez, ez megint csak több ideológia, több párpolitikai konglomerátum részéről egy törekvés. Pont azt nem szeretem, amikor azt akarják elvitatni, hogy valaki gondoljon a világról valamit úgy tűnsz nekem a tévéadásból is, és most, hogy személyesen mi először találkozunk, ö, beszélgetünk, hogy inkább igyekszel ügyek és felvállalások mentén alkotni egy véleményt, és ebből a végeredmény az lesz, hogy tudsz találni rosszat az ellenzékben, és tudsz találni jót a kormányban. Itt az arányok lehetnek érdekesek egy egyszerű néző számára, de valószínűleg az ügyeket nézed külön. Tehát az esetet, a történést nézed. De ha úgy teszem fel a kérdést, hogy globálisan meg tudod-e fogalmazni a kormányzattal szemben a kritikádat általánosan, nem ügyek mentén, és globálisan meg tudod-e nem ügyek mentén az ellenzékkel fogalmazni a kritikádat, akkor mit mondanál ide és oda? Hát ugye a kormányjal kapcsolatban én az egyik fő gondom az a rengeteg elpuskázott lehetőség. A már említett SZDSZ-es időszakban én nekem a mester vizsgám, ha úgy tetszik, az a Molnár-Lajos féle egészségügyi választási kampány volt. Tehát a minisztériumban nem vettem részt a munkában, én láttam azt, hogy nem fogja tudni megcsinálni, amit szeretne, de én abban nagyon intenzíven részt vettem, amikor a Zöld könyv elkészült, amikor a liberális egészségügyi tanácsot megcsináltuk, stb. stb. Én tudom nagyon régóta, hogy milyen módon lehetne vagy szokás az egészségügyet úgy megreformálni, hogy az embereknek, akik ezzel találkoznak, dolgozóként, érintettként, hozzátartozóként jobb legyen. És azt látom, hogy a Fidesz nagyon sokat csalinkázott, míg eljutott egy már-már neoliberális megközelítéshez ez ügyben. Szerintem a te szádban se járt állami fogorvos már vagy húsz éve, az enyémben biztosan nem, és egyre több dolgot csinálunk, amit az ember azt mondja, hogy nem szeretné ezt hálapénzesen kifizetni, nem szeretne rá hat hónapot várni, hanem elmegy egy olyan helyre, ahol ezt megoldják. Tehát, hogy a Fidesz-szel kapcsolatban a azon nagy reformok halogatása, vagy akár keresztbeverése, ami kifejezetten nem járul hozzá az ő választási győzelméhez, az nekem egy nagy gond. Az egészségügyjel ezt meg kellett volna csinálni. Most hát az a bizonyos legendás Fidesz kampány a ellen, és a gyógyszerfelírási mm -hmm. ellen, azt te, azt te Kritizáltad, az a bajod volt? A válaszuk külön, hogy ott melyik, melyik elem pontosan miről szólt. Igen. Ugye a WZD a kapcsán szerintem a reguláló hatáshoz nagyon fontos volt. Ugye, ha kevés erőforrásunk van, jelen esetben kevés házi orvosunk, kevés idővel, akkor képesnek kell lennünk arra, hogy ezt jól használjuk föl. Tehát, hogy a, a, az orvos-beteg találkozások azok legyenek értékes idők. Tényleg az legyen a fontos, hogy az orvosot legyen nem akarok bántó lenni, mert említettem, falusi vagyok, amikor az egyébként magányos néni elbiciklizik az orvosi rendelőbe, és vérnyomást méret, azt egy Magyarország helyzetében lévő állam nem tudja csak közpénzből kifizetni, azt mondjuk azt, hogy nem többet, egyébként ez is vicces, mert ezt sokan mesélték el, hogy a vizitdi az alkalmanként 300 forint lett volna, több millió ember teljesen vagy részben mentesült volna alóla, de aki nem, annak is évente ez maximum 6000 forint kiadást lett volna. Tehát, hogy a legrosszabb esetben is maximum 20-szor fizetett volna a vizitdíjat, ez 6000 forint. Na most én az az állításom, hogy, hogy ebben a helyzetben ez nem egy kivitelezhetetlen dolog. Teszem hozzá, az eredeti tervünk arról szólt, hogy a, a, az a az egész vizit díjas történet, az a biztosítási reform után van, ami azt jelentette volna, hogy neked, nekem, meg bárkinek, aki, aki nem nyugdíjas még, vagy nem bottal jár, vagy nem valami olyan krónikus beteg, ami miatt nagyon ö, 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 folyamatos orvosi kezelésre, orvos-beteg találkozásra szorul, annak lett volna egy ilyen biztosítási csomagja, nekem nem 300, hanem mondjuk 3000 forint lett volna a vizit azért, mert évente elmegyek orvoshoz egyszer, viszont cserébe egy csomó más dolog benne lett volna az alapellátás Látásomba. Az időseknek még nulla forint lett volna. Aztán ott van a kórházi napi Azt én nagyon szerettem, tekintve, hogy. Ö Magyarországon a fektetés az egy nagyon régi gyakorlat a kórházakban. Ez azt jelenti, hogy van egy 20 fős a kórházi osztály, amin papíron egyszerre 25-30 ember fekszik bent. Valójában a néni, a bácsit, azt a rokonok, a fia, az unokája hordja be naponta infúzióra, azt megkapja és megy haza. Mert ugye el kellett számolni a központ felé a finanszírozást. Addig írod alá zárójelentést arról, hogy te két hétig -öt bent feküdtél, amíg ez neked nem kerül pénzbe. Ha azt mondják, hogy ez fölszorozom napi 1200 forinttal, akkor nem és, és még egy dolog, a vizit és a kórházi napi segített egyébként a hálapénz elleni küzdelembe, mert ha már egyszer fizettél hivatalosan, akkor utána nem érzed annyira a késztetést arra, hogy az orvos zsebébe valamit beledugjál. Röviden, ezek olyan dolgok, ügyek mentén, amikor lehet mondani valamit erről és arról. Megint csak a Fidesz most eljutott odáig, hogy ezért elkezdte írtani a hálapénzt. Senki korábban nem tudta venni az erőt ahhoz, és a bátorságot, hogy ennek neki menjen, és most azt látod, hogy bilincsben visznek el orvosokat, akiknek 200 boríték kerül elő a fiókból. Tehát megint ügyek mentén tudok ilyet és ilyet is Akkor 2008-9 viszont viszont egy ellenzékben lévő Fidesz politikai szempontból muszáj volt kihasználja ezt. Tehát ha most nem az egészségügy oldaláról nézed, hanem, hanem, mint kampány, és egy két elvesztett választás már ugye az, Orbán, kor, az Orbánék és háta egy mögött, tehát ez, nekik, ez 2004 nekik egy olyan ügyvölt, ami, ami tudták, hogy mozgósító. Igen, ugye, ha emlékszel itt rá... Most a, itt most a tanácsadói énre vagyok kíváncsi, a, nem az egészségügybe picit belelátó én. A, Ugye az a helyzet, hogy annak idején egy csomó mindent azt utólag úgy kötünk össze vonalakat, vagy pontokat egy egyenes vonallal, minthogyha köztán nem lett volna a csalinkázás. Emlékszel, hogy talán valami tucatnyi kérdés volt, amivel a Fidesz próbálkozott, hogy az beadja, szegény Kámán László azóta meghalt, ugye nyelvészként ő beadott ellenkérelmeket, vagy ellennépszavazási kezdeményezéseket, hosszan formálódott, hogy végül mik lesznek azok a kérdések. Ugye végül három lett a vizitdi, a korezinapdi és a felsőoktatási tandí. De, enne sokkal több volt a palettán. Én én a, a politikában ma is azt kritizálom, és akkor is az volt a fő gondom, hogy nem biztos, hogy a, az aktuális előny megszerzése érdekében érdemes hosszabb távon is megkötni a kezemet. A Fidesz magával is kiszúrt, mert ugye neki sokkal nehezebb volt utána megoldani azt, hogy az egészségügybe plusz forrásokat vonjon be az emberek részéről. Mondom, most jutunk el odáig, hogy egy ilyen vadkapistaista, neoliberális módon a magánba van terelve egy csomó ember, és a felsőoktatásban is, mivel le a tandíjat, ezért nehezebb volt azt az egyébként indokolt hozzájárulást kérni a, a, a diákoktól később, megtette, tehát hogy ma azért a felső oktatás az úgy néz ki, hogy nem tandíjnak hívjuk, hanem azt mondjuk, hogy nincsen állami, csak költségtérítéses hely bizonyos szakokra, vagy a, ezeknek az aránya az úgy van megszabva, hogy a, a zöm, a többség az fizessen ezért. Tehát hogy én én tanácsadóként is mindig arra törekedtem, hogy a politikusnak egy év múlva, öt év múlva, vagy az emlékiratait rendezgetve se kelljen szégyenkezni azért, hogy jó, hát ezt most én ott kihasználtam, és akkor ezért aztán nagy kárt okoztam az országnak. Én nem a, a nem ezzel mentem volna. Orbán Viktor gondolkodásába egyébként maximálisan beleillene szerintem a vizidi, a kórházi díj és a tandíjat meg használja is. A közmunka logikájával azonos. Uh -huh. A közmunka arról szól, hogy hogy nincsen ingyen ebéd, most nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy valamit neked is bele kell tenni. Legyen rezsid azon, hogy valami működik. Mert onnantól kezdve érted meg az értékét ennek. Hogy, hogy, hogy semmi nem úgy működik, hogy csak leszeded a fáról, és nem kellett semmit tenni érteseneket sem másnak. ez mai napig probléma a fidesz szemben, hogy nem a segély alapúságban hisz hanem a munkában, és ugye ezzel igen. cikizik, hogy hát milyen ez a közmunka, meg mennyit lehet vele keresni, de nyilván ezek már ideológiai vagy felfogásbéli kérdések. Egy része igen, a másik része az, hogy szerintem a Fidesz lehetne szolidárisabb annál, mint ami. A, a, én nagyon keveset játszom számítógépes játékokkal, az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben ten elő se fordult, de van arról emlékem, kamaszkoromból, amikor az egyik ö, ö, osztálytársa mutatja meg az egyik Sims játékot, amiben ő azért tudott jó lenni, és elnézést kérek azoktól, akik nálunk már jobban értenek, és most valami plaszfémiát, vagy hülyeséget mondok, de ha jól értettem, akkor azt csinálta, hogy fölnyomott mindenféle fejlesztési forrásokat, gazdasági részeket, és levette a minimálisra a nem tudom, a rendőrség, a tűzoltók, meg hasonlóknak a finanszírozását, mert hogy kiszámolta, hogy jobban jár azzal, hogyha a város nagy része termel, kisebb része meg ég, mint hogyha mindenhol rend meg béke lenne, mert az többe kerülne. És bizony egyébként a fideszes szociálpolitika az úgy engedi el emberek kezét, szerintem, hogy rájött arra, hogy neki politikai szempontból, és azért Orbán Viktor számára a legfontosabb négy évente egy nap, a választás napja, tehát én azt nem, nem vonom kétségbe, hogy Magyarországgal kapcsolatban neki vannak nagyon fontos tervei, de a belépő ehhez az, az mindig a megnyert választás 2002-ben és 2006-ban megtanult, bizonyos szempontból 94-ben is, hogy hogy, hogy milyen az, amikor őt félrelökik, tehát amikor azt mondja bármi okból a nép, hogy ne ő legyen az. Tehát, hogy ezért aztán ő mindent annak rendel alá, hogy az először rendben legyen. Szerintem a, tavai tavalyi év elején tett óriási osztogatás is visszaütött rá, én biztos nem. Én az ő helyében biztos nem adtam volna vissza például a egyévi esziát az embereknek, mert, mert most jobban hiányzik az a költségvetésünkből, mint amennyire ö, hiányzott az embereknek egy ilyen ajándék akkor év elején. Nagyon rossz állapotban voltunk, két év koronavírus, stb. stb. ez tény, de az odavert pénzek azok szerintem hamarabb fogytak el, mint hogy, mint hogy volna azokat a nehézségeket, amik most vannak. Tudom, túl leegyszerűsítő a reakció erre, hogy Egyszerűen nem lehet jót csinálni. Az is baj, ha adsz, az is baj, ha nem adsz. Hát az a figyelj, a, bármikor beszéltem, beszélgettem politikusokkal, mindig azt próbálom bennük tudatosítani, hogy, hogy ők különleges helyzetben vannak. Különleges lehetőségekkel, felelősséggel, és adott esetben egyébként különleges károkat tudnak okozni nekik a legkülönbözőbb dimenzióban. Hát ennek egy, egy, egy miniaturizált formája a kommentek, amiket felolvastál nekem. Lehettem volna én egy, egy középszerű pécsi ügyvéd, aki soha nem lett volna igazán jó a szakmájában, és akkor nem kommentelnének ilyeneket rólam. No de akkor valószínűleg nem érezném azt amit a, azt a, azt a flót, amit akkor szoktam érezni, amikor jól sikerül egy műsor, akkor nem hívnának meg az előadásommal, akkor nem nem tudnék a legkülönbözőbb helyekre írni, vagy ott beszélni, amit én egyébként a, a, a munkám azon részének tartok, ami, ami, ami előre visz, ami inspirál kitalálni dolgokat. Szóval hogy egy politikus esetében is én értem, mindig lesz olyan, aki gyűlöl téged, és a modern világban ezt nagyon szépen ki is tudja fejezni. Tehát ami előnye egy politikusnak, hogy a Facebookon elér embereket, az egyben hátránya is ennek a pozíciónak, mert őt is elérik. És hogy, hogy persze, nem tudsz soha úgy jót tenni, hogy mindenki imádjon. Ja, hoztam erre egy abszurdot, azt elmondom neked. Gondolkodtam mindenfelé jövet, hogy, hogy ki volt a, a rendszerváltás óta az a, politikailag releváns közéleti szereplő, akit a legtöbben szerettek. És hogyha egy adott időpillanatot nézünk, akkor ez Gönc Árpád, mert neki volt a legmagasabb a népszerűsége, de hogyha időben elnyújtva adom össze, akkor meg Simicska Lajos. Mert ugye gondolj bele, 2015-ig a teljes kormánypárti oldal az ugye azt mondja, hogy a Simicska, mi emberünk együtt volt, összerakta. És ott utána van egy pördület, és akkor meg a, a, a másik oldal kezdi el Na, szeretni Na ez is egy ez a pördület, hogy ilyen kis finoman. Igen. De hogy így? Pördület. Nem, csak ugye, és hát megint, Teljes, így... teljes ágyú arzenál elfordítás a pördület. Igen, na de hogy innentől kezdve, hogyha összeadom azokat az embereket, azokat a táborokat, akik őt szerették, imádták, követték, akik, tehát majd egy adott ponton az sem volt kizárt, hogy ő lesz az ellenzéki miniszterelnök jelölt, szóval, hogy, hogy a, a, dolog abszurditását igazából ez adja meg, hogy, hogy egy olyan dimenzióban kell működni, ahol, ahol, ahol ilyen szereplők között találd meg a helyed, és akkor fölteszed a kérdést, hogy ki az ellenzéki. Hát attól függ, hogy melyik évben kérdezed. Ez egy egészen elképesztő, és, egy teljes műsort kitöltene, hogy ez a választói szenilitás, vagy, vagy az értékelvűség pillanatokon belül való felcserélése, mert teljesen igaz, amit mondasz, hogy az ország totálisan másik fele kezdte messiásként látni Simicskát. Igen, szerintem ez totálisan nagyon is a másik fele. És akkor tudod, tehát a, ö, én nem tudom, és ez, ez igazságtalan dolog a politika a tekintetben is, hogy ö, szerintem például Demszki Gáborra sokkal jobb szívne, szívvel emlékezne mindenki, hogyha egy ciklussal korábban hagyta volna abba. Uh -huh. Még összedelőtt, tehát, hogy ő, ő lett volna az a főpolgármester, aki a rendszerváltástól elvitte a, a 2000-es évek közepéig a fővárost, van egy életműve, már nem, tehát még meg, megköszönik neki a kombinókat, de már nem kell elszámolni a négyes metróval kapcsolatos problémákkal, stb. stb. Nem jön össze az összeomlása, a méltatlanság, stb. stb. És Orbán Viktorral is az lesz, hogy a vége fog szerintem számítani. És, és biztos vagyok benne, hogy ő gondolkodik ezen. Tehát, hogy az lesz a fontos, hogy az utolsó ciklusban mi az, amit ő lezár, mi az, amit ő összerak, és az egész megítélését az nagyban fogja befolyásolni, hogy, hogy, hogy ezt, ami, ami most már Orbán rendszer, sok szempontból, hogy ezt az emberek hogyan futtatják ki, hogy hogyan emlékeznek rá. Érdekes, erről még talán senki nem gondolkodott, hogy a végén kell lőni a gólt, azt tudjuk, csak mm. hogy a politikába átkonvertálva. Van egy egyéni, személyes élményem, amit érvként használok, hogy miért a 18-as kampány volt a a talán mindkét fél részéről. A személyes élményem az, hogy Ceglédi Zoltán kitiltott engem akkor az oldalára. <laughs> Nagyon sokakat. Mai, mai szemmel nézve, mi nem ismertük egymást. Mm. Mai szemmel nézve én én vicceskedtem akkor. Hmm. Lehet, hogy határon voltam valami. Biztos, hogy nem volt személyeskedés, és Jézusom, mekkora prűd, hülye gyerek ez a ceglédi, ilyen érengem engem kivágott. Nekem viszonylag későn lett saját hivatalos oldalam, egy-másfél éve van. Megkövetlek. Olyan írtást végzek én is, hogy van egy pont, amikor nem, már, nem, már nem is méricskélem, hmm. hogy lehet, hogy az csak a 20% vagy 30%-et érinteni az én, hogy mondjam, tűrőképességeknek, de menjen. És az a 18-as kampány utólag azt gondolom tényleg, tényleg egy ilyen volt. Ez a mostani sem, nem volt ez sem piskóta, de talán, talán az volt ami pont. Egyetért tesz egyrészt ezzel, másrészt azzal, hogy Nyilván az a, az a, az a 18-as veresége az ellenzéknek volt az a pont, amikor el kellett, hogy döntsék, hogy itt ne vesztegessék tovább az időt, bár vesztegették meg utána is, álljanak össze. Szóval, hogy a 18-asnál még azért él rendelkező politikai ellenzéki pártok próbáltak neki veselkedni a Fidesznek, egy kifejezetten izmos, ő, akkori vonagábor vezette Jobbikkal. Az egy történelmi esély volt? ott ott nem megverni az Orbán kormány. Mindkét dologról fontos beszélnünk, akkor kezdjük az utóbbival. A, ugye szerintem ott a, a vonával, meg a jobbikkal is az történt, hogy valami a végtelenségig feszítettek, tehát ott, ott, ott tényleg azt láttam minden jobbikoson, mert akkor még ott volt szinte minden régi jobbikos is, ugye kivéve a NAVÁK elődéket, hogy oké, okay, akkor most még ezt kibírom, még ezt is kibírom, cukiskodás, spinóza, minden, mert hogy most van esély arra, hogy szintet lépjen a jobbik. És az a jobbik az ugyanakkora volt, lett végül, mint az azt megelőző 2014-es, ahol még nagyon komfortosan kampányoltak, ahol még nagyon abban voltak benne, amit korábban a világról gondoltak, és szerintem ott picit elcsattant a dolog. Tehát, hogy mivel nem sikerült ott sem, még csak kétharmad alá sem szorítani a Fideszt, mindenki azt a kérdést tette föl, hogy na jó, akkor miért kellett nekünk ennyire megfeszítenünk magunkat, és, és, és ez a feszülés ez, ez szétcsattintotta a jobbikat. Én a Gábort van a Gábort Gábor, többször kérdeztem, nem tudom, hogy mennyiben ö, ö, fedi le az akkori döntését önmagában az a magyarázat, hogy ő arra jött rá, hogy azért szállt ki a politikából akkor, hogy csak összefogással lehet bármit kezdeni, és ő ennek nem akar része lenni. De ott volt Szél is, akiben szintén szerintem benne volt a lehetősége annak, hogy itt van egy egyszerre praktikus, pragmatikus, egyszerre szolidáris, zöld nő, aki egyébként egy csomó mindenben kritikus azzal is, amit az ellenzék csinál nem áll be a sorba, nem hajlandó arra, hogy föladja a programját. Hát elmegy tusványosra, és Soros Györgyöt kritizálja. Tehát, hogy azért ott egy, ő is egy olyan autonóm szereplő volt, amit megint csak azt látom, hogy azt mondta az LNP, hogy oké, okay, csináljuk, próbáljuk meg, és mivel nem... Tehát nem változott érdemben a helyzet, nem rakták be azt a munkát, amit belehetett volna, hogy az LNP ebből kinőjön. Úgyhogy szerintem ott, ott volt legalább két olyan karrier, amit, amit a, a, a helyzet akkor vágott ketté, amikor éppen szintet kellett volna lépni. És én mondjuk bízom benne szélben, de visszatér még, van benne ö, ö, kakaó. A másik kommentek. Ezt mindig úgy próbálom meg elmondani, ez én mostanra kb. beállt hozzáállásomat, hogy képzeld el azt, hogyha itt hirtelen megjelenne 20-30 ember, hogy hát azért nekik is van véleményük arról, amit elhangzott. Ide bejön. Igen, ha? ide bejönne a stúdióba, itt leülne, és elkezdené mondani, hogy most ne arról beszéljen, meg egyébként úgy van, és így, és így nem értenéd, hogy na de hát itt most készül egy termék, egy, egy produkció, egy, egy, egy média szolgáltatás, és minthogyha elvárná valaki, hogy, hogy a, a, nem tudom, a nyomtatott heti a cikk felét írjam én, a fele pedig arról szóljon, hogy másik 60 ember erről a témáról mit gondol. Ugye azt az illúziót, hamis illúziót adja például a Facebook a különböző szereplőknek, hogy azért, mert ugyanott jelenik meg az üzenőfalon mindenki ugyanakkora, hogy ez a valóságban is így van. És nem gondolnak bele, hogy még neki, az neked a te hozzászólásod száz százalékban az, ami ott történt. Mert te azt írtad be, azt nézed én. Á Egyre kevesebbet foglalkozom a kommentelőkkel, de néha így szoktam olyat csinálni, hogy kiválasztom ezt és azt. Mari nénit, aki, aki, kikéri magának, hogy miért kampányolok a Fidesznek, és Pista bácsit, aki meg büdös kommunistának hív, aki mindig az ellenzék szekerét tolja. És a kettőt így kiemelem, bejelölöm őket, és írok arra egy posztot, hogy legyenek kedvesek először az elődöntőt lejátszani, hogy akkor én melyik vagyok, és akkor aki győzött, akinek igaza lett, azzal majd én megvívnék. És azt nem gondolják végig, amit most már te is megtapasztaltál, hogy egy nap van több száz persze. És hogy nekem, tehát, hogy azt, azt a hamis elvárást, azt senki ne táplálja velem szembe, hogy alapvetően elvárást, hogy mindegyikkel úgy fogok foglalkozni. Én rontottam el Sőt, egyébként. Minden nap más hangulatban kezdett az ember olvasni a portál gazdája. Ugye alapvetően egyébként ott kéne hagyni. Tehát én én. én, én az egyik, amire készülök, nekem van egy Patreon oldalam, ö, egyre inkább odaviszem ki a szövegeimet. Ö, aki ott kommentel, az havonta legalább egy eurót befizetett ezért. Egyet, nem többet, egyet. De az már. Egy... Joga van köcsögnek lenni. Meg nem fog. Tehát, hogy ez a. Én ugye a Duma színházban az eseményre szoktam, csak a Patreonosoknak, akik már előfizettek rám, adok jegyet, van egy Patreonos asztal. Senki másnak nem szoktam jegyet adni, mert azt megtanultam. Korábban, hogy minden előadáson az első sorban van két üres hely, az a két üres hely, ahova a sajtójegy szólt, ahova a polgármester úr és kedves neje kapott ingyen jegyet, ahova a másik fellépőnek az unokaöccse meg annak a csaja, mert amit ingyen kaptál, erről beszéltem korábban is, arról könnyebben mondott, hogy Á, figyelj, nincs kedvem most fölöltözni, nézzünk inkább valamit a Netflixen. És hogy a, 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 ezeknek a dolgoknak, ezeknek ugyanígy, tehát az interneten is én azt próbálom meg e, 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 világosra tenni, hogy amit én csinálok, meg amit a kommentelő csinál, az ez az energiabefektetésben, tudásban, mindenben két teljesen különböző produkció. Lehet, hogy ő egyébként egy nagyon jó könyvelő, eszembe nem jutna, hogy belepofázzak, hogy ő ezzel mit csinál. Az én munkám olyan, hogy közönség előtt zajlik, de ez nem azt jelenti, hogy a közönség előtt, vagy plán a közönség által jönne létre. Abban állapodtunk meg, hogy én tudok valamit, amivel kiállok, ezt elmondom, lehetnek ennek interaktív elemei, de nem tudom egyenként végignézni, és tényleg időről időre még én is elhiszem, hogy beszélgetünk, de nem. Mi most itt beszélgetünk, a kommentelővel nem beszélgetünk. Egy érdekes felvetést mondtál néhány perccel ezelőtt, azzal a kapcsolatban, hogy bukkantak itt fel különböző aspiránsok ellenzéki oldalon. Mi az oka annak, Zoli? Meg, megfejtette de ezt már, hogy különböző lendülettel, tartalommal, ideológiával valóban bukkannak fel arcok. Valószínű a dolog természete olyan, hogy muszáj, hogy bukkanjanak fel arcok, mert egyrészt van benne egyfajta extrovertáltság is a politikusi léthez, meg van benne valami jót jótcsinálási szándék is, mert ne vitassuk el azoktól sem, aki esetleg a mi karcefemes vagy hírtévés táborunkhoz képest másképp látja a világot, abban is lehetnek, hogy mondjuk jót akaró, jót tenni akaró emberek vagy karakterek. Mi az oka annak, hogy ezek felbukkannak, majd hosszabb, rövidebb idő után eltűnnek? Csak egyedül Orbán Viktor gravitációjára nem tudjuk azt fogni, hogy ebben a politikai térben egy ilyen monolit szemben, eleve halára van ítélve valami, nem valószínű, hogy halára van itt ítélve valami, és nem biztos, hogy egy, egy szinte már személyi kultusszerű kurzus és az Orbán rendszer az oka annak, hogy itt nem tudnak tartósan megmaradni figurák. Vagy ha valaki megőrzi a hitelességét, mint mondjuk Schiffer, félig meddig vonát is ide sorolom, akkor ők pedig kikerülnek egy ilyen oldalvonalra, és onnantól kezdve egyébként baromi okos, és most minden cinizmus nélkül jó dolgokat tudnak mondani a politikáról, miután nincsenek benne. Mi az oka ennek? Most, hogy mondjam, tehát egyénekre nem bontanám le, mert például Siffer akar csinálni egy baloldali váltópártot, most mondhatjuk azt, hogy neki az egy kudarca, hogy ez, ez nem jött össze, és a második ciklusa felén élő ő ki kellett szálljon ebből a sztoriból. Ugye sok mindent, mert e megint csak csomó dolog van, amiben én Siffer Andrással nem értek egyet. De azt értéknek tartom, és ő is, hogy ezt az egyet nem értést, ez bármelyikünk ezt deklarálhatja, és ennek a, a hátterét is. én nem szeretem, amit a Multicross mond, ő meg nem szeretem, amit én gondolok a szabad versenyről, hosszan sorolhatnám. A a, a, politikából szerintem ő a többek között azért esett ki, mert van egy ilyen valamiensége, és ez, 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 ez szembe jön akkor, amikor az ellenzéki politizálást oda egyszerűsítjük le, hogy, hogy mi ad matematikai esélyt Orbán Viktor legyőzésére. Legyünk őszinték, idén, vagy bocsánat, tavaly 2022-ben a matematikai esélyse volt már meg a végén arra, hogy Orbán Viktort leváltsák. Hát akkor a brutális győzelmet aratott a Fidesz. hogy a politikai matek nem egyenlő az algebrai matekkal? Mert sokan úgy tűnik, meglepődtek. Hazudunk egy világot magunknak a politikai nyilvánosságban azt illetően, hogy ki mihez ért, hogy ki mekkora, hol van, beszélnek egy, egy beszűkült magszavazói közekhez, és nem fogadják el azt, hogy lehet ilyet csinálni, csak a Fidesz magszavazói háromszor annyian vannak, mint az ellenzékiek. És ezért, hogyha csak erre alapozunk, akkor nem fog, nem fog működni a dolog. Ugye a, ha azt nézzük, hogy milyen, mert én már mégis ebből kell kiindulni, hogy milyen működőképes gyakorlatok voltak arra nézve is a múltban, múltban, hogy rendszert váltsuk, mert ezt rögzítettük, hogy ami már itt van a NER Orbán Viktorral, az egy rendszer. Tehát ennek a leváltása az hasonlóképpen történik, mint bármely más rendszerré szilárdult kormányzásoké. És az általam már korábban méltatott Demszki Gábor. De mondhatnék egy csomó, csomó másik szereplőt is a demokratikus ellenzékből, és magát Orbán Viktort is, meg a szakkolégistákat. Ott az utolsó lépés volt a pártalapítás. Szakkollégiumokat csináltak, ő folyóiratokat csináltak. Demszki Gábor a pincében stencilezte azt, amit el kell olvasnod. Nem szavazólapokat, hanem könyveket, folyóiratokat, verseket, olyan dolgokat, szórólapokat, amin amin volt valami. Tehát, hogy a, a politikában a rendszerváltó szándék az, az, az nem úgy lép be, hogy az az első lépés, hogy akkor én leszek a salgótarjáni jelölt. Az már az utolsó. Az első az, hogy mi bajom ezzel a rendszerrel. Amit én elmondtam neked, hogy nekem mondjuk az egészségügy kapcsán rengeteg bajom van a közterviselés kapcsán, kevesebb. El tudom mondani. Ha akkor ma... itt ambíció történetekkel van bajod. Hát meg karrier sztorik. Tehát azért, ha belegondolsz a, a mai ellenzéki oldalon, mert ugye a Fidesznél egyszerűbb a helyzet, Orbán Viktor összerakott magának két frakciót. Az ellenzék oldalon a jó pár szereplő, aki a karrierje csúcsán van ezáltal. Most. Tehát nem, föl nem merül, hogy ő egyszer munkaügyi miniszter lesz, ő jól keres, és el van a melegben négy évig azáltal, hogy országgyűlési képviselő. De ezeknek az embereknek a legfőbb motivációja az, hogy ez ne négy, hanem nyolc, vagy tizenkét évig is, is eltarthasson. Csak hogyha így lépsz be egy dimenzióba. És nem azt mondod, hogy nekem az a fontos, hogy nem tudom, három adókulcs legyen, hogy nekem az a fontos, hogy 18 év legyen a, a, a közoktatásban a, a tankötelezettségnek a korhatára, nekem az a fontos, hogy ilyen tamműhelyek legyenek, hogy, hogy, hogy ilyen vízgazdálkodás, és hosszan tudom sorolni. Az én fejemben van egy. Egy, egy egy elképzelt számomra idilli kormányzásról 612 pont. Hanem azt mondom, hogy az lenne jó, ha Óbudán az előválasztáson nem indulna velem szembe senki, mert akkor biztos én leszek egyéniben a jelölt, és az a nyerhető körzet, és akkor bent tudok maradni a parlamentben. Ez két teljesen különböző logika, az utóbbi, az arról szól, hogy magamra optimalizálok, és egy választási szituációra egy teljes politikai kurzust, egy működést, na de nem így szoktak a rendszerek megdőlni. A rendszerek úgy szoktak megdőlni, hogy dölt meg a rendszer? Ugye egyfelől a gazdasági alapját sikerült fölélni, kirúgni, hitelbe folytani, a szocialista a tervgazdálkodásra kinyírni. Tehát hogy nem látszott, hogy nem, nem, finanszírozható. A nemzetközi viszonyok azok a hátrányára változtak. Az összeroppanó Szovjetunióval, a térségben ugye hozzánk hasonlóan működ, kezdett működni minden ország, ugyanúgy lobbantak fel a különböző lángok. Az egyet, ugye azt gondoltuk, hogy vége a történelemnek, stb. 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 Tehát, hogy egypólusú világred jön létre. rész pedig volt egy a regnáló hatalomnál kívánatosabb, szerethetőbb alternatíva, sokszínű a tetejébe. Azt mondta mindenki, hogy a, a, a szerencsétlen lárvarcú, látható láthatóan leépült Kádár János helyett jöjjenek ezek a 20 éves, 30-as, máshogy beszélő, máshogy szocializálódott a világban valamit gondoló rendszerváltók. Na most, hogyha ezt a három elemet, ezt nem sikerül prezentálni Orbán Viktorral szemben, akkor nagyon nehéz lesz leváltani. Ugye ennek ez lenne a kulcsa. És ezek között nem szerepel az, hogy pontosan hogyan fog össze az ellenzék. Nem vagy alapozoli, van egy negyedik elem is. Az egyik bicska nyitogató figurája ennek az ellenzéki létnek a parlament feloszlatását kéri most már uh -huh. minden nap talán négyszer, ötször. És elég, nem, azt, nem tudom azt mondani, hogy, hogy nagy számban, de, de, hangosan megvannak ennek a támogatói. Én amikor csak épp kedvem odaírom, hogy másnap mi lesz, oké, okay, feloszlattad. Kiül be, és én, mint Fideszes, levált, én is kérhetem-e majd, hogy újra oszlassa fel magát? Ezt hányszor csinálhatjuk meg? Hetente feloszlathatjuk majd a parlamentet? Ki fogja azokat megnyerni? Tehát ez a negyedik elem, és nincs már nagyon arra időnk, hogy kifejtsd, de egészen bornilt hülyeségeket. Csak akkor mondani. csak arra kapaszkodok rá, amit te mondtál, tehát hogy ugye, hogyha ha Jakab Péter azt mondja, hogy ő nem ragaszkodik a székéhez, mert ő biztos benne, oké, ő a következő választáson hogy indul? Tehát, hogy ugye a, a néppártján egy külön listával? Vagy belmegy az összefogásba, milyen nagy kurarcot szenvedett? Egyéniben indul, és ha igen, akkor csak a néppártján jelöltje lesz? Vagy mindenkit, akiről most azt mondta, hogy borzalmas, meg a Orbán áll -ellenzéke, az is támogassa őt? Tehát személyesen mi a terve? Nem, mert pontosan tudjuk, hogy amit ő csinál, az arról szól, hogy tudja, hogy nem fogják feloszlatni a parlamentet. Az hogy nekem ez nem is fontos, mondja. Tehát, hogy ő az, aki a, a nem húzza az evezőt a csónakban, mert tudja, hogy a többiek azok úgy is húzzák, hogy emberek, nem kéne, nem kéne ezt csinálni, ne nem, De viszik. Nagyon rövid válaszokat várok az utolsó két kérdésre. Zuli, ez a bezzeg utolsó egyetlen rovat, a tulajdonképpen minden vendég megkapja. Ahhoz képest ö, viszonyítom a kérdést, hogy inkább melyik oldalhoz tartozó vendég van, túlrágtuk már ezt, hogy nehéz ezt már manapság definiálni, de neked mindenképp úgy kell csavarnom a kérdést, hogy mondjál egy olyan kormányzati intézkedést, amivel egyetértettél. Értelemszerűen, ha egy jobb oldalhoz erősebben köthető ember lenne itt, neki kritikát kell mondani ebben az adásban, és az utolsó kérdés pedig, hogy mondjál olyan közéleti szereplőt, a jobboldali táborhoz köthetően lehet ez újságíró, író, zenész, politikus, közéleti ember, akivel nem érte sok mindenben egyet, de valami miatt tiszteled, szereted, szívesen olvasod, meghallgatod a gondolatodat. Akkor meg fogom úgy oldani, hogy, hogy a, a, a táborokon is átugorjunk. Mondok két intézkedést, ami majdnem jó. Az egyik a... Én nagyon egyetértek azzal, hogy például Bécsben az ember nem tud cigarettát venni a kifli mellett a boltban és én azt mondtam, hogy tök jó, hogy trafikok vannak. Az, hogy a Fidesz úgy döntött, hogy mindenhonnan kitiltja a dohányzást, ahol nincsen helye, szerintem tök jó, én is sok éve leszoktam a dohányzásról, és azt gondolom, hogy ezt kéne propagálni. Tehát a trafikra áttérés majdnem jó volt, hogyha átláthatóak lettek volna a pályázatok. Ez szerintem alapkritikálja ennek a dolognak, és ugyanígy, az online kasszák tök jók, csak mindenhol be kéne vezetni. Tehát, hogy ne lehessen sehol a kis zsebszámológépben mellé jutni, meg ne lehessen az, hogy majd mi lekönyvelgetjük és elküldjük, mindenhol. De az, hogy sikerült nagy mértékben kifehéríteni a közterviselés rendszerét, az az online kasszáknak köszönhető. Szereplő. könnyű olyat mondanom, akivel ilyen Perem terület, hogy hát nem azt gondoljuk, olyat mondok, hogy nagyon nem értek egyet, és mégis okay. tudom értetni, ő bódiában lesz. Méghozzá azért, mert én hiszek a progresszióban. És volt ez a srác egy elképesztően abszurd bajusz mögül mondott abszurd dolgokat ilyen nagyon-nagyon szerethetetlenül, és most arra fölzárkózott oda, hogy le tudod ültetni azokkal, akik, akik, akik profik abban, hogy a nyilvánosságnak megjelenítsenek valamit. Tehát az egyik az, hogy eljutott, nekem volt egy olyan torna bocsánat, testnevelő tanárom, aki mindig adott osztályzatot hozzáállásra is. Tehát, hogyha évelején hármasra futottad a szigetkör, fél évkor meg négyesre, akkor kaptál egy ötöst is mellé hozzáállásra. Tehát szerintem az tök fontos, amit ő ebben megtanult. Kettő. Miközben van egy nagyon határozott elképzelése a világról, és amit mondom, én nem értek egyet azzal, amit az egyházi közoktatás kapcsán szeretne, a nagyon drasztikus irredenta elképzeléseivel, de elfér, én nekem ez a mottom, szerintem elférünk egymás mellett. És azt látom, hogy mellette elfér az, tehát nem vitatja el a jogomat, hogy én ezt másként gondoljam. És a harmadik, zárásképpen én nagyon-nagyon sokra tartom azt, hogyha valaki képes magán nevetni, hogyha tudja azt, hogy mi az, ami benne kritizálható, ezt ő oda teszi, és, és én látom rajta, hogy ahogy nekem is vannak mindenféle megszállottságaim, zsigerből gyűlölöm az európai ügyészséget, hogy csak egy példát mondjak, meg a petíciókat, gyűlölöm a petíciókat, és ő is pontosan tudja, hogyha olyan téma van, olyan helyzet van, akkor ki lehet röhögni azt, amit ő erről gondol, tud magán nevetni, és nem pedig az egy szent igazság lángpalosát forgatja, mint azt teszik, az sajnos sokan az ellenzéki oldalon. Ceglidi Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk ide a bezzekbe beszélgettünk egy jót. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és a YouTube csatorna nézőinek szintén. Ez volt a Bezzeg Lentulai Krisztiánt. Láttátok, látták, hallották. Egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra, viszonthalásra. Sziasztok!